Látod ezt a sok embert? Nem volt ilyen itt még soha ebben a faluban. Nem szeretnék a helyétbe lenni, meg a képviselő helyében sem. Látja, hogy kár volt hazát árulni? Botrányba fulladt az a lakossági tájékoztató, amit a Pest megyei Sóskúton hirdettek meg a tervezett akkumulátorfeldolgozóról. Betörték az ajtót minden. Ebben a hangulat, ebben a légkörben nem bírom biztosítani az emberek biztonságát. Az egész úgy kezdődött, hogy a lakossági tájékoztatót úgy hirdették meg, hogy csak sóskúti lakcímkártyával lehet oda bemenni, és a médiát sem engedik be. Ezzel együtt viszont sokan megjelentek, akik nem sóskúti lakosok, és nincs lakcímkártyájuk, és szerettek volna bejutni. Most itt éppen érkezik a polgármester. Nem szeretne vele szólni? Ez a beruházás, vagy lehet ezen még változtatni? A sajtót esetleg be tudnák engedni a tájékoztatóra, polgármester úr? Mi van a meghívón? Hát az, hogy nem sajtónyilvános, de miért nem sajtónyilvános? Mondja le! A sóskúti lakcímkártyát be kell mutatni. Biztonsági őrök vigyázzák a rendet, és nem engednek be senkit, akinek nincs lakcímkártyája. Az jöjjön előre, jó? Mert el lehet kezdeni a beengedést. Mit csináltok a lakcímkártyával? Nincs joga! Engedje be a magyar embereket, mindenki! Menjünk be! Úgy tűnik, hogy megbomlott a rend, és elkezdett beözönleni mindenki. Nagy az iskola, beférünk! A bejárati ajtón bejutottak az emberek, és akkor ott egy következő ajtó is van, amit bezártak ezek a fekete ruhás urak, akikről nem tudjuk pontosan, hogy kicsodák, de most, ha jól látom, ott megy a küzdelem, hogy azt az ajtót is próbálja kinyitni. Nyomd meg, Gyurke! Nyomd meg! Nyomd meg! Úgy tűnik, hogy a néhány nagy darab embernek sikerült kilöknie ott a férfit, aki ellen tartott, és most a második ajtón is bejutott a tömeg. Ott állt a kis idős nőket, idős nyolom bejáratnál az önök emberek. Szélje magát! Az áruló! Az áruló! Éljen a mi hazánk! Éljen! Ne. Ez a mi hazánk! Ne enged akkor! Azért mondok! Ne enged akkor! Mit szólnak hozzá, hogy végül itt most bejutottak az emberek, annak ellenére, hogy megpróbálta ezt itt egy biztonságőr megakadályozni? Ezt akartad? Nyugodt az éjszakád? Látod ezt a sok embert? Nem volt ilyen itt még soha ebben a faluban. Nem szeretnék a helyétbe lenni, meg a képviselő helyében sem. Látja, hogy kár volt hazát árulni? Jó, de ne kiabáljanak. Ki kiabáljanak? Jó, ne kiabáljanak. Azért. Beengedték, könyörgöm. Nem engedtek be, mi jutott be? De ne üvölcsön már, ennek így nem lesz normális körülmények között is lenni. Én se szeretném, hogy itt legyen ez az akkumulátorgyár, de ezt beszéljük meg, de nem így kell, hanem normális emberi mód. Nem. Erőszakkal nem lesz. Az lett volna helyes. Az a kiadálás, hogy azok megépítését? I'm a journalist from telex.hu. You're the representative of Andrada. Thank you. We are prepared some statements, but not in these conditions. Thank you. Bocsánat, elnézést. Telexnek forgattunk, hogy láttam, hogy ön lögdösödött elől a biztonsági őrrel. Nem lögdösödtem végül, hogy próbáltunk jobb bejutni. Önök intézték el, hogy be lehessen jutni, nem? Hát segítettünk. Mi az emberek be akartak jönni, és bejöttünk. Magyar állampolgárok vagyunk, Pest megyei lakcímkártyával mindenki. Ez mindenkire tartozik, országos jellegű. Álljon ki a nyilvánosság elé, és mondja el a véleményét. Sunyi ember. A Telexnek forgatunk, hogy örülök neki. Mit szól hozzá a helyzethez, ami itt kialakul? Ilyen a demokrácia. Figyelj, mondjad ki először. Rendőrség ügyészkedés ellenére betörték az ajtót minden. Ebbe a hangulat, ebbe a légkörben nem bírom biztosítani az emberek biztonságát, ezennel bezárom. Nem biztosított a polgármester úr. Jó. Lakosság lesz tájékoztatva. Egy-két napon belül tájékoztatva lesz. Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Lakossági tájékoztató, polgármester úr! Mit csinál? Te jött egy csomó ember önök miatt! Az a minimum, hogy itt maradnak! Ide jöttünk önök miatt! How are you feeling after this? Hola! Hajrá!
Hol voltak önök? Tudjóban hol vannak önök? Ide, egyébként filmezze le őket! Hajrá! Képviselő, hol van menekül hazaárulás után? Meglepte, hogy ekkora ellenállás van ez ellen a akkufeldolgozó üzem ellen? Nem érzékelek ellenállást, csak hangos embereket látok. Nem érzékelek. Tiltakoznak az emberek. Ennek a jó része nem Sóskúti, nem is Tárnoki, hanem de vezényelték mi hazánk, LMP, meg mindenféle politikai szándék. Vezényelték? Igen. Tényleg? Megszerezték. Szerint ez egy ilyen politikai balhé? Természetesen. És ön egyébként támogatja ennek az akkufeldolgozónak a megépülését, vagy az elindulását? Én minden olyan dolgot támogatok, ami a települések számára hasznos. És viszontlátásra? Meg tudjuk akadályozni. Ön hány idegen munkavállalat fog befogadni a házába? Elárulja, polgármester úr? Nagyon megnémult. Kicsit lesápadt, tudjátok. Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Mondjon le! Lesz újabb tájékoztató, polgármester úr? Milyen tanulságot szűrt le most ebből, ami itt történt? Hajrá, Kőni! Kérem az intézkedéseket, jó? Miért áruljál az országot a hazájához? Szeretnénk távozni, jó biztosítsa nekem. Természetesen erről a rendezvényről bárki szabadon távozhat. Világos, de ez a mi rendezvényünk. A rendezvényre a megegyezés alapján tudomásom szerint a politikai pártok a másik oldalt kérték, és azt a rendőrségi aláírt szerződésbe a rendőrség... Sajnos nem kaptam felhatalmazást, hogy ez ügyben nyilatkozzam. Köszönöm szépen. Természetesen erre távozni tud, polgármester úr. Jó utat kívánok! Azt hiszi, hogy ez örökké így fog tartani? A NER örökké létezni fog? Hát ilyen minden, örökké semmi nem tartott a világban. Mindenki felelősségre lesz volva, mindenki, egytől egy. Maga szintjeim, maga az én őseimet Váleki robota is elhurcolták. Igen, igen! Az én erdi őseim pedig hurcolok ezek kibaszott hazáért. És ön maga ugye én ne ugassam! Nem szígyeli magát? Maga szégyelje magát. Én szígyelje magát. Végül lefújták a lakossági fórumot, és a polgármester elindult haza, és úgy tűnik, hogy gyalog jött, és most itt újságírók, illetve néhány dühös civil követi őt az utcán. A polgármester egyébként láthatóan megrendült az események láttán, és semmilyen kérdésre nem válaszol. Menekülj! Hazaárulás után ezt kell! Hazaárulás! Menekülj! Mondjon le! Takarodj!